ez a porhab körülbelül egy ilyen 6 órája van rajta? Körülbelül. Ezt fogjuk most megpróbálni leszedni. Van, aki azt mondja, hogy simán szedjem el, és mind a Cellux lejön, nem, de inkább... Próbáltuk. Igen, az nem jött le, úgyhogy most megpróbáljuk vegyszerre. Porhab szennyeződés. Ez a porhab. Kicsit beleégve. És a galamka ki is ugyanilyen lesz egy hónap múlva. És ez még domború, ugye? Igen. Zoomolj rá nyugodtan. Avval. Megtalálja így. És bevásároltunk egy csomó mindent. Ez az év egyszer, ezt nem szeretném rátenni, hogyha tudod a 17-es poírpaszta 2500 forintért. Lehozta. Lehozta, nem? Ja. Nyomtalanul mondhatni. Így. Négercsuk. Hogy álljon? Hogy álljon? Homogén lett a felülete. Jó. És rá kell nyomni, az igazság. És most nincs nálam az extender csiszológép, ezért ilyen marok gumi. És akkor jön a következő réteg. Kettő az egyben lámpa, meska. Egyébként ez egy nagyon réteg is, ha újra szerint hagyázzon, nem? Hagy. Hát ezt, ami itt volt, ez mennyi? 3-5 perc volt leszedni? Körülbelül. És akkor erre még megy rá a másik. És akkor itt van a leg... Az a legdurvább? Ez a legdurvább. Aha. Itt az olyan. Látszik hibát. Látszik, jó? Olyan, mintha bele lenne égre, pedig ez nem benne van, hanem rajta. Igen. Én letakarítjuk az egészet. Uh-huh. Na nézd meg! Hát egy 2 perc múlva vagyunk. Jön már. Egyik pillanatról a másikra elindul. És most lehet látni, hogy elindul, mintha gyúrva lenne. Alá kell, hogy kapjunk. És akkor és szedi már le. Hát lehet, hogy ezt leszedem. Nem tudom, annyira nem tudok rányomni. Cseréljünk helyet? Aha. Ez már megfogult. Még most már polírpaszta van rajta. Most indult el. Igen. Rá zoomoltál? Rá. És most jött le teljesen. Nem egy hétköznapi szennyeződés a porhab, de bárkivel megessen. Igen, igen, igen. Na. Ez most az alapok egyébként. Most mondjuk a gyári fényezésen, csak hogy a fényt visszakapja, kap még majd kap majd egy, azt a feketét, az benne volt rossz megvenni. Na, akkor most jön a motherfucker, mi? Most jön a teteje. Mivel pont a közepén van, még az elérhetősége is egy kicsit nehezebb lesz. Lehet, hogy az extender csiszolót ráküldeném, akkor gyorsabb lenne, de ez így szerintem humánosabb. Hát a lakrétegnek mindenképp. De ezt, ugyanezt, minden autokozmetikás haver azt mondta, hogy ugyanezt egy hónapos korba felejtsd el. Hm. Tehát ezt még most 10 órán belül vagyunk, körülbelül. Hm. Még most így is azért kell nyomni rá, de... Utána már az icink. Jaj. Jó, úgyis letakarítom, és akkor látjuk még... Ezek után már... Komoly semmi dolog nem lehet. Jaj. Hát most figyelj... Nem is a fényezés, tudod, hogy 50 ezer vagy 30. Mm. El kell vinni. Két hét. El kell vinni. Ha van időpont. Mert azért most nyaralási időszak van, uborka szezon. Ah, most szakadt fül a közepe. Az a baj, hogy most szerintem időpontot is úgy adnak, hogy augusztus végére, második felére.
teteje most ránagyította? Igen. De még jobban rá. Megmondom őszintén, nyomni kell rá izommal. A siker reményében mindent. A teteje már lejött. Na. Eltűnt a szennyeződés. Visszahozom. Először csak hogy hívják, azt a két foltot akarom, tudod. Azt még te tudod, hogy hol van? Nem, de nagyjából. És akkor most visszaadjuk azt a fényét tulajdonképpen, nem? Ugye, ebben kezdtem? Igen. És látod, ez kőfelverődés. Hát azon nem lehet. Az ott. Csak így ráhúzom mind a... Mi nem úgy hozom már találni. Nézd meg, tükör! Uh-huh. Most szépen párolog. Na, itt volt. Be kellett volna rajzolni, nem? Akos pisztolya. És most azt kell mondjam, hogy megfordítom, és a tiszta felületével. Azt a tükör. Így. Na, jó lesz? Szerintem jó. Na. És most visszaadtuk neki a fényét, nem? Még fölül. Itt volt, ugye? Durván. A gyöngyház. Na, milyen? Jó. Ez olyan, mint a wax, tehát csak így. Akkor az egész körülbelül volt egy 25-30 perc. Na, jó. Ja. És azért elég csúnya. Az több darabos ijesztő volt. Ijesztő volt. Igen, van egy kátránypöty, 2-3. Azt lehet látni, hogy fekete kátrány, tudod. Tehát az nem pulhab. De azt inkább nem piszkálni. Ja. Ez majd a következő tulaj. Ja. Ha akarja. Vagy megtanul együtt élni ezzel. Jó, ennyi volt. Tökéletes.